Sokféle fogyókúrát kipróbáltam régebben, és az az igazság, hogy egyik sem vált be, azért, mert nekem mindegyiknek az volt az érzésem, hogy kell, hogy muszáj. Sok volt a tiltás, a lemondás, és ezek így nem igazán jöttek be, mert főleg lelki okok miatt hisztam meg. Az igazi áttörést ugye most ezek az életmód program termékei hozták meg. Nagyon szeretem mind a hármat. Igazából nekem a Capsilite volt a kedvencem. Egész egyszerűen azért, mert energiát ad. Tehát az embernek van kedve sportolni. Volt olyan, hogy 70 percet töltöttem a szobabiciklin. A másik, amit nagyon szeretem a kapszulátban, hogy elveszi az étvágyat. Tehát eljutottam arra szintre egy ilyen 2-3 hét után, hogy nem tudtam megenni már egy normális adag ételt, amit máskor. De egyszerűen nem volt rá szükségem, és ott is tudtam hagyni. Úgyhogy az volt az egész programban a legeslegjobb számomra, hogy nagyon könnyen ment, nagyon lazán ment, nem volt semmi kell, nem volt semmi muszáj. Megadták ugye a táplálkozásban, hogy mi ilyen irányelveket, amiket így nagyon egyszerű volt követni. Átváltottam én is így a fehér kenyérről, a fehér tésztáról, a teljes körlésű dolgokra, de nagyon drasztikusan igazából csak a cukorcsökkentés volt, ami így jellemző volt. A változás az 2 hét után már látszott, de nagyon-nagyon sok lelki és testi változáson mentem keresztül. Sokkal jobban, visszatért az önbizalmam, az az egyik. Hát a testi dolgokban igaz, hogy csak 3 kilót fogytam, de 8 centit tudtam leadni a hasamról, és ez azt jelenti, hogy olyan ruhákat tudok újra fölvenni, amiket 4 éve nem hordok, vagy hordtam. Egy ilyen kedves kis történet ezzel kapcsolatban, hogy az egyik reggel a barátnőm így végigmért, és közölte velem, hogy mostantól az új indián nevem az, hogy apadópocak. Úgyhogy ez így azért a visszajelzésekben nagyon-nagyon jó esett. Nagyon szerettem a programot, biztos, hogy folytatni fogom, és azáltal, hogy én ilyen lelkes és energikus tudok lenni, biztos vagyok benne, hogy nagyon könnyű lesz ezt továbbadni másoknak. Rájöttem arra, hogy részt tudok venni aktívan a saját életemben, nem pedig az van, hogy na, együnk gyorsan valamit, mert kell, hanem fölkészülök rá, ezáltal tudom, hogy melyik kapszulát mikor vegyem be, tehát így rá tudok készülni a dolgokra. Nagyon sokan mondták nekem korábban, hogy jól vagyok úgy, ahogy vagyok, nem kell változtatnom, mert fogadjam el magam, de én nem akartam már ez a vidám duci lány lenni, úgyhogy jó érzés újra a nőt érezni magamban, és ezt nagyon sokaknak, főleg a fiatalabbaknak tudom mondani, hogy nincsen semmi veszve, van remény. Ha egyetlen mondattal kéne jellemezni az életmódprogramot, csak annyit mondanék, hogy köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Agárdi Alexandra vagyok, és a Tiens az életem.